Hát igen. Több mint valószínű, hogy ez a 15. adás kell ahhoz, hogy befejezzük a játékot, a hátra maradt melléküldetéseket. Én itt a stream előtt már összekészítettem a listát, hogy mégis pontosan mik azok a questek, amiket így majd meg kell csináljak. Mert hogy ugye egy csomó dolog ugye nem látszódik. A csomó dolog értem azt, a csomó dolog alatt értem azt, hogy négy mellékküldetést így nem látok a quest logomba, de ez azért van, mert ugye még nem vettem fel, és azért néztem meg, hogy hova kell majd mennünk, és ne itt a streambe legyen szenvedés ezzel kapcsolatban. Amit itt a képernyőn látok, az bizony, jól látjátok, a magyarítás, még egy korábbi verziója, amit ugye előző héten tudtam nektek prezentálni a Night Vision-ösök jó voltából. Biztos, hogy azóta már készült egy átnézettebb, jobb, szuperebb, javítottabb verzió, viszont én nem szóltam nekik, hogy most én akarok Hogwarts Legacy-zni, mert akkor, hogyha biztos, ha szólok, akkor biztos, hogy kaptam volna egy frissebb verziót, úgyhogy nézzétek el, ez itt most nem lettek hibák kijavítva, amik már valószínűleg egyébként ki vannak javítva. Aki egyébként kíváncsi arra, hogy milyen volt a Hogwarts Legacy magyarításának első 3 órája, az meg tudja nézni egyébként YouTube-on, mert sajnos arra is annyi igény volt, mint egyébként a Hogwarts Legacy-s végigjátszásomra. haladjunk itt a küldékkel. Közben nagyon szépen köszönöm Sen a 18 hónapot. Köszi szépen a támogatásodat. Srácok, tessék szépen pergetni a szvegeket, és gratula az újabb badge-ethez. Revelio. A mézes falás édességboltban különféle varázslatos édességeket árulnak a bűvös bizserétől a robbanó bombonik. Mielőtt az ide tévedők bármit is vásárolnak, jobban tezik, a tájékozódnak az édességek hatásairól. Na. Szia levesteknő, szevasztok skacok. Szóval. Mondtam nektek, hogy küldetések. Van 2. A ravaszdi kulcsok és a holdak mögötti ember. Ugye a holdak mögötti ember az nálam az Alohomora 3 lesz. Tehát ugye azt kell még így megcsinálnom, és azt megmutatom nektek. Megint elfelejtettem amúgy, hogy hívják magyarul azt a kis lényt. Gyűjtemények? Nem? Eszköztár? És akkor itt lesz valahol. Semiflash, a Demiguise a Semiflash. Igen. Szóval Semiflash holdak kellenek. Még 4. Ha minden igaz, akkor még 4. Így van. Úgyhogy Demiguise vagy Semiflash szobrokat fogunk keresni, így a mai nap. Még 4-et, hogy ugye meglegyen az Alohomora 3, illetve a ravaszdi kulcsok, ezek meg a Daedalian key-ek, azt hiszem ez azok, abból kell még 2, illetve van még itt másik 4 küldetés is, amit mindjárt megnézek, hogy hogyan lehet fölvenni, bár lehet, hogy amúgy a rockszortos kalandozással kéne kezdenünk. Kezdjük a rockszortos kalandozással, és akkor a Semiflash holdakat is megtaláljuk, és az Alohomorával meg mindenhova be fogunk tudni majd jutni szerencsére. Tikul! Wow! Nagyon szépen köszönöm, Tikula! 70 hónapot, azta! Ez durva! Nagyon szépen köszönöm! Tessék szépen, srácok, pergetni a szövegeket Tikulnak, és Sennek is egyaránt! Ne csak Szemánz quest és levesteknős pergesse a szvegeket, hanem ti is, mert meg tudjátok tenni. Mindenki tudja pergetni a szvegeket. Még az is, aki nem feliratkozó. Ott is van Szennek a 18,
Tikónak pedig a 70, azaz a 69 plusz 1. A ravaszdi kulcsok. Úgy tűnik a ház ládámnak több érme befogadó nyílása is van. Kellene még ravaszdi kulcsokat keresnem a Roxford környékén. Keresd meg a Roxfordban található többi házérmét. Úgyhogy most ezt fogjuk csinálni. Köszi, köszi. Nagyon fontos, hogy leszögeznem, srácok, hogy amit most itt látok, magyarítás, ez nem az a magyarítás, ami a gépi magyarítás, hanem ez a normális, magyarítás, ami majd április 16-án fog megjelenni, hogyha jól jegyeztem meg a dátumot, és hogyha már most ki akarjátok próbálni, akkor a csapat Patreon oldalán ezt meg tudjátok tenni. Jól mondom a dolgokat. Ha nem, akkor meg majd úgy is kijavítotok, mint általában. Mit mondanak ezekre az ellenfelekre? Jaj! Röptes meg egy bot sárkát a nyelvénél fogva, nem akarok olyat csinálni. És rájuk mit mondanak? Rá nem mond semmit. Hol is van Roxford? Elnéztem volna valamit? Ó, valamiért azt gondoltam, hogy Roxmorz délen van, de hát Roxmorz éjszakon van, de hát délen van. Úgyhogy rossz fele mentünk. Már is megyünk vissza. Hopd el egy lojalista lövész számszer ilyenak nyilvesszőjét. Jó, kész. Tudom, mit akartok mondani. Jánter hangos a játék. Biztos ezt akarjátok mondani. Szia Ray, szia Gabcsi. Jó van. Igazából a challenge megvan, úgyhogy mehetünk is tovább. Nálad nem? Uh-huh. Na, még 10 ilyen párbaj kell. Párbaj bravúr. Ja, hogy szavizunk, Szen? Hoppácska. Hogy vagyunk, hogy... Én jól, köszönöm szépen a kérdést, remélem, hogy ti is, srácok. Mik vannak itt a... mocsárba? Jaj, nem, biztos. Fordíts fel egy bocsásket, nem. Ja, bocsárkák azok itt maradnak. Mi? Most összehagyok zavaroda. Hol vagyok? Hol vagyok? Srácok, azt mondja a játék, hogy én ott vagyok. Teljesen rossz fele mentünk. Totálisan rossz irányba mentünk. Nem tudom, hogy ahogy sikerült. Lejjebb kell mennünk. Töltődjön a sárga csíkunk. That curiosity young people tend to nurse. Itt is ugye egyébként az a cél, hogy
ne nagyon fast travelözzünk, csak hogyha muszáj. Vagy hogyha éppen nincs kedvem hozzá. Úgyhogy azért suhanunk. Egy hét Szabi kb. Fél év alatt már jár. Reveláció. Lenne a Fall Starcraft 2 verseny, és önök kiestem elég gyorsan. Hoppácska, még nyomnak ilyeneket, de durva. Ez ilyen esti móka. Na, ide bemegyünk, és akkor keressük a semi-flash szobrokat. Ugye ahhoz nyilván estének kéne lennie, szóval már is megcsináljuk, hogy este legyen. És kijövök, hogy ezt ugye tudjam nézni, hogy tényleg este van-e. Nagyon tetszik ez a mordekáros csúa, ugye? Klassz mi? Múltkor felvettem ezt a mardekáros csúáját, azt még így is voltak emberek, akik megkérdezték, hogy akkor én most melyik házhoz mentem. Szóval nem ezen múlik. Nem is tudom, hogy... Aha. Na és ott a alohomorával kell bemenni? Tuti alohomorával kell bemenni. Nem. Nem. Na tessék. Még egy semi-flash hold. Itt valami csilingel. Hogy magyar lett a játék, valaki írja csak meg. Április 16-án jön a magyarítás, és a fordító csapat, a Nightvision-ös srácok voltak olyan kedvesek és rendesek, hogy biztosítottak nekem megjelenés előtti példányt ebből, amihez egyébként a Patreon támogatóik is hozzáférnek. Nincs itt Robert. Alkímia tanterem, az alkímia négy természeti elemre és a transmutáció tudományára összpontosít. Egy olyan titkos tantárgy, amelyet az idősebb tanulóknak ajánlanak, ha az igények kielégítik a ritka alkalmakat. Jajaj, nem tudunk több erőnyerő főzetet cipálni. Az a Vigavit Potion. Azt hittem, hogy itt chillingeltek. Így a dolgok, de akkor nem. Jó, akkor ez itt marad. Akkor az a csilingelés egy szinttel följebb látott. Mondjuk végül is lehet, hogy csak kémként beleolvadsz valami kígyós társaság. Lehet, hogy az van, de lehet, hogy nem, ugye. Igen, ott jó, voltunk. Itt is voltunk. Oda ugye be tudunk menni. Ezt ott kinyitottuk. Jó, hát igazából... Erre a részre azt lehetne mondani, hogy pipa. Ugye itt lejjebb lehetne menni. A térkép szobához. A chillingelés az így...
Az honnan jött? Az előbb még volt itt csilingelés. Ja, az akkor az alkímia terem volt, jól van. Igazából mivel a Roxfordban vagyunk, én azt mondom nektek, hogy ment az egérbillentyűzetes játszás. Roxfordban azért nekem valahogy így jobban esik. A gyomromnak is. Aha. Nem ezt akarjuk? Görgő? Oda görgetünk, hogy egyes. És itt lehet följebb is menni. Április 16 végre tudok valamit mondani a feleségemnek, már naponta ezzel nyaggat. Április 16, hogyha minden igaz, és úgy április 16, hogy... hogy ugye abban nem lesznek benne a grafikai magyarítások, tehát ez csak a szöveg. Csak a szöveg. Na, oda lehetne menni, de oda nem megyünk. Alohomora. Elkezdtem a hétvégén a Ghost Fire-t, azóta nem alszom. Azt valahol ingyen adták, nem? Vagy az valamiből benne volt, nem Gabcsi? Rebellion. A PS Plus-ban, aha. Igen, innen jöttünk. Van valami zár. Rebellion. Menjünk még följebb. Rebellion. Most semi-flash szobrokat keresünk, ami angolul demiguys. Ha valakinek egyébként ez lenne a kérdés, hogy most itt mit csinálunk. Resident Evil 4 tolódik, bár alig bírtam kivarázsolni a csomagautóba, te van. Olyan kicsibe raktánk bele. Jól emlékszem, itt is volt fönt egy zár a harangtoronynak a tetején. Nem volt jó a kód, komolyan. Wow. Ugye lehet ugrani. Igen, hát amúgy ugorjunk. Itt is egy láda volt, így van, amit már ki is lootoltunk. És amúgy ez akkor ennyi. Akkor nem ennek a tetején volt a... az ajtó. Ja, hát akkor mehetünk lefelé. És el lehet mondani azt is, hogy ezt eljárt átnéztük. Ja, nem értettem, hogy mit zörög a lakat. Ezt józoltuk amúgy már. Hogy nyomják a békánkok? Rebellion. Lumos. Revelio, Lumos. Lumos, Revelio. Revelio. Jó. Lumos. Revelio. Lumos. Ez a vicces portré, amitől kővé dermedünk.
Jó. És erre is? Ja nem, erre nem lehet tovább menni, okés. Revelio. Lumos. Uh-huh. Ott is látok egy semi-flash-t. Nagyon jó. Alohomora. Nagyszerű. Lumos. Ott is van. Semi-flash hold. Szegény mandragóra, nem akartam elővenni. Azt akartam megnézni, hogy hogy állunk. 7, tehát még kell 2 semi-flash hold. Nagyon jól állunk. Ekközben a ház tokeneket is keressük. Revelio. Lumos. Igen, ezt is ugye meg lehetne csinálni, de ahhoz ugye nincs türelmem. Most így per pillanat. Remélem, hogy ez a nem számít bele a küldetésekben. Milyen csönd van amúgy? Revelio. Lumos. Na, kellett csak megszólalnom, már is jött a muzsika. Revelio. Professor Sharp, do you have a moment? Sár professzor, van egy perce? Attól függ. Hogyan szándékozol kihasználni? És van egy elírás, ugye? Kérdezhetném azokról az időkről, amikor Auror volt. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Figyelmest, azt hiszem megtehetem, hogy egy kicsit beszéljek róla. Éveket töltöttem azzal, hogy lenyomozzam a semmire kellőket, akik sötét megjeredetű műtárgyakkal foglalkoztak. Érdekesen hangzik. That sounds positively exhilarating. Exhilarating. Izgalmasnak az volt, amíg tartott. Én élveztem, nagy sikert arattam Aurorként. Azonban a siker elégedetté teheti az embert, és ha valaki magabiztos, nem alázatos. Egy ballépés megváltoztathat mindent a csatában. Megkérdezhetem, mi történt? Hát, igen, azt hiszem, ez nyilvántartás kérdésem. A társam és én nyomon követtük a gyanúsítottat Scarborough kikötőjébe. Összezsugorított fejeket próbált becsempészni. Arra következtettem, egyedül dolgozik. Tévedtem, és tudták, hogy jövünk. Attól a perctől kezdve mi a hajón álltunk. Nos, épp hogy megmenekültem. A társam nem volt ilyen szerencsés. Én azt hiszem, Aurornak lenni borzasztóan veszélyes, sajnálom. Az, de a túlélés semmelyikünknek sem garantált. Figyeljen, és ne csak az óráimon. Ez az, ami miatt le kell nyűgöznöm mindannyiótokat. A főzet és a méreg lehet, hogy csak egy hajszányira van egymástól. Hoppá, nem én voltam. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Aha. Jó, akkor vissza. Lumos. Ez ugye a könyvtár. Magabiztosan kizárja az alázatosságot a professzor szerint. Hát figyelj! Az nem a magabiztosság a szerintem. Egyébként, amitől valaki nem lesz alázatos. Revelio.
az amikor túl becsüli valaki magát. Vagy túlságosan is magabiztos. Aha, ott van valami, az ott lent világít. De kizártnak tartom, hogy az Demiguise lenne. De akkor mi lehet az ott? Ó! Oh. Ó! Oh. Ez pont kellett, srácok. Ez lesz így a 15. házérménk. Yes. Már megérte ide jönnünk. Vagy nem így látod, Sam? Lumos. Revelio. Mhm. Alohomora. És én gondolod, aha. Mi? Amit elszólt? Ja, jól mentem. Revelio. Ott lent láttam valamit. Az is olyan, mint hogyha semi-flash szobor lenne. Aha. Find now, Demi guys. Zsír. Lumos. Revelio. Ez ugye egy küldetéshez vitt minket ez a hely egyébként. Nem tudom, hogy emlékeztek rá. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Vicces, hogy ide lehet jönni. Na tessék! Revelio. Az is ott, mint hogyha ki lenne lótolva. A végén fogod összegezni majd a gondolataidat a játékról, vagy már beszéltél róla? Aha, amikor végeztem, akkor beszéltem róla egyébként. Jó. Szerintem itt most hoppanálunk. Méghozzá a harangtoronyszárny és a igen. És mondjuk a... Hát a nyugati toronyba megyünk. Talán nekem nagyon tetszett szen egyébként a game. Nagyon zsír volt. Nagyon eltalálták. Az, hogy így... Mi kell egy... rajongónak, úgymond. Most még este van, gondolom. Hát, na basszus, megint szegény mandragóra. Várakozás. Nem tudom, hogy most hány óra lehet. Most meg aztán pláne nem tudom, hogy hány óra lehet. Szerintem most jön fel majd a nap. Ez nekem annyira nem egyértelmű. Na, most biztos, hogy este van.
Lumos. Revelio. Egy szinten lejjebb. Egy szinten lejjebb kell mennünk. Ide be tudunk menni? Ó, nagyon jó. Szerintem nagyon klassz volt. Szerintem nagyon klassz volt így a játék, hogy jó open world volt. Figyelem, azt a hírt kaptam, hogy a tantestület különböző tagjai társasági összejövetelt szeretnének szervezni. Nem ellenzem ezt és meghagyom az ilyen jellegű együttlétet az arra fogékonyaknak. Természetesen ügyelve arra, hogy ezen tevékenységek az iskola időn kívül essenek, és semmi hangoskodás ne zavarja a koncentrációmat. Várhatóan elfoglalt leszek az adott napon, de amint megkapom a meghívót, megnézem. Elismerem, hogy a távollétem beárnyékolhatja az eseményt. Egy fél órának elegendőnek kell lennie, és kérem, vegyék figyelembe, hogy mindenféle zenei előadás szigorúan tilos. Phineas Nigelus Black, igazgató. Utóirat. Édességet nem szabad felszolgálni, nehogy oda vonzanak egy kóborpatkányt, vagy egy murmáncot. Továbbá kérem, próbálják meg négy főre korlátozni a résztvevők számát ebben a frivolságban. Rebellion. Nagyon ismerős ez a... ez a szekrény. Mumus szekrény, hát akkor azért. Ez a régi szekrény állítólag egykor egy hatalmas mumus volt, amit öt professzor együttesen alig tudott legyőzni, mivel hogy az egy vérfarkas, egy tornádó, egy tányér hagis, egy magyar mennydörgő plusz valamelyikük anyósa között váltogatta magát. Még magyar mennydörgő is volt. Na, azt gondoltam ki, srácok, hogy most... azt gondoltam most ki, hogy elmegyünk és leadjuk a questet. A holdok mögötti embert. Mr. Moon megtanítja nekem az Alohomora fejlettebb formáját. Amint megtalálom az összes szemifás szobrot, át kellene kutatnom Roxfortot, Roxmortot és minden falucskát a szobrok után. A holdakat csak éjszaka tudom összegyűjteni a szobrokból. Jó. Tehát ugye azt mondják, hogy 9 kell, és ha ide jövök, akkor szerintem 9 lesz, így van. Az anyós sütött? ez csak egy szellem, srácok. Nem kell túl gondolni. Még egy elejebb? Nem, itt feljebb? Revelio. Folyamatosan keresem, hogy mi világít. Izgalom a tetőfokán, berendeltem az új gépet. Na, mit tud az új géped? Vagy legalábbis mit fog tudni? Revelio. Ott kint van egy lap. Az utolsó. Ez
Ezt már néztük szerintem. Revelio. Üdvözlöm, Mr. Moon. Üdvözlet, volt szerencsé eltávolítani még néhányat a szemifelszobrokból? Valóban, van néhány holdam az ön számára. Tehát van, de miért többet kell hoznom? Hozzon, mielőtt megtaníthatom, hogy hogyan javíthat az alóhumorra képességen. Még többet, de hát 9-et hoztam most. I'll keep an eye out for more demigod statues and see if I can bring you more moons. I commend you for your courage and valor, especially since they can only be collected at night. Azt mondja, hogy még 4-et. Ja, most adtunk neki 9-et, 9 per 9 volt, most még kell neki 4. Kösz. Kösz. Hát így nem leszünk jóba. Hát mi az, hogy idehozok neked 9-et, aztán azt mondod, hogy még 4-et. Mert ez nem elég. Sokat fogyaszt és megfűt, ennyit tudok róla elmondani. Az jó. Az a kettő, az jó kombó. Ez a Gryffindor lesz, mi? Kövér dáma a portréja. Ez a portré őrzi a Gryffindor klub helységét. És jelszót kér mindenkitől, aki be akar lépni. Ő és barátnője Violet köztudottan a többi portré között kóborolnak, és időnként kiszolgálják magukat a bennük levő boros hordókból. Bennük lévő boros hordókból. Lumos. De jó. Na, milyen pólót rendeltél, Sven, ha nem titok? Lumos. Szóval itt vannak a könyvtár fölött. Vagy mi is ez pontosan? Ez a könyvtár, nem? Mi lehet ez a tiltott zóna? Itt most már ezen be tudunk menni, nem? Alohomora. Revelio. Tehát ez egy újság le, mert ez egy levél lesz. Az a srácok előrendelhető pólóját. Elezár, igazad volt a bólintérekkel kapcsolatban. Tartozom neked egy knóttal. Írja Miriam. Alohomora. Oké, felül csillog valami. Lumos. Alohomora. Jó sok zár maradt egyébként, amit azért nem tudtunk kinyitni, mert kettes. Mudiva, megkaptam a leveledet ma reggel, és örömmel hallom, hogy minden rendben van veled. Necájjal a Roxfordban, még ha Necáj az utóbbi időben kisebb kihívást is jelentett. Gondolom, ez várható volt, hiszen mindkét lányunk, hogy is mondjam, erős akaratú. Hiányzol nekünk Ugaoduban, nem ugyanaz nélküled.
Megértjük, hogy miért érezted úgy, hogy tovább kell lépned. Nem hiszem, hogy én magam is így tudtam volna maradni az adott körülmények között. Hogy az élet milyen kiszámíthatatlan utakra sodor minket. Soha nem tudhatjuk igazán, mi vár ránk. Még azok sem, mint te, akiknek birtokában van a látásnak. Ja, értem. Akinek birtokában van a látás. De bízom benne, hogy jó dolgok várnak rád és Nácájra, a Roxfordban, vagy bárhová is kerültök. Remélem hallok még felőled, és addig is sok szerencsét kívánok neked. Hűséges barátod, Amali. Szia, Turin. Ugye ő Nácáj anyukájának írt. Neki volt küldje. Menő. Alohomora. Úgyhogy most jól feltörjük mindenét. Nácáj anyunak. Nagyon jó. Sötét sivatag is áll. Na tessék. Kalandregény készlet. Ennek a régi kissé kopott kalandregény sorozatnak a borítóján egy gazellának látszó rajzolat látható. Lehet, hogy a regények Onai professzornak vagy lányának Nácájnak szánt ajándékok voltak. Menő szobája volt Onai professzornak. Ez a hang. Mert ez a bűn-brűn. Jó, kijövünk, bejövünk. Szerintem triggereljük megint ezt a hangot. Ez hármas lesz? Gondoltam. Szóval szemiflash kell nekünk. Kell nekünk 4 szemiflash. Alohomora. Sziasztok, hogy van magyar felirat a játékhoz? Előző héten megmutattam nektek, srácok, a magyar feliratot. A készülő magyar ítás, ami április 16-án jön ki, abba így belekukkanthattam előző héten a Night Vision csapatának köszönhetően. Akiknek magyarítását jelenleg a Patreon támogatók, illetve pár streamer az, aki így hozzáférhet. Nyugodtan, hogyha esetleg ilyen kérdés jön amúgy így a mai nap folyamán, nyugodtan segítsetek ennek megválaszolásába, hogy ne kelljen ezt az információt még jó párszor elmondanom. Köszi. Gyengélkedő szárny. B. Noren Béli nővér. Tasmina McLagan. A páciens fej nélkül botladozott be. Amíg nem tudjuk, hány fő tartózkodik a kollégiumokba, és iskolánk fejesen már rendelkezésre, arra kell következtetnünk, hogy a tanuló feltehetően Tasmina McLagan. A nyilvánvaló kommunikációs nehézségek ellenére felismertem, hogy a szegény lány eltűnési viszketegségben szenved. Azt javasoltam, azonnal küldjük a Szent Mongóba. Részben a diagnózis időérzékenysége miatt, részben pedig azért, mert félig fej nélküli Nick megállás nélkül a kislány körül nyögdécselt, hogy milyen nagyon szerencsés, ő volt a legzarrobb, és ha fejlesztenem kell a jövőbeli fej nélküli diákokkal való kapcsolatomat, nem lesz más választásom, mint megkérni az igazgatót, hogy avatkozzon be. Tükerék. Azt mondják, a beteg lábadozik, és hamarosan visszatér a kastélyba. Nincs különösebb jelentősége, de úgy tűnik, Nick kerül engem. Feltételezhetően gyerekes duzogásba merült.
Jaj, félreértető volt, nem Captain Crazy? Kérdezni nyugodtan lehet. Csak nyugodtan kérdezzetek, srácok, azzal nincsen gond. Egyáltalán nincsen gond. Nyugodtan kérdezzetek. Én azt mondtam, hogy ha valaki, aki már itt volt a mai nap korábban, amikor megválaszoltam ezt a kérdést, akkor nyugodtan segíteti. Segíthet azzal, hogy válaszol helyettem. És akkor nem kell azoknak, akik már itt vannak a stream elej óta, azt hallgatnia, hogy én megválaszolom ezt a kérdést. Sokadjára és sokadjára. Úgyhogy csak nyugodtan. Óraművek. Bár az óratorony belső mechanikájának mozgó fogaskerekei sokakat elriasztanak, mások számára igencsak vonzó a fogaskerekek és tárcsák kínálta magány. Revelio. Na hát így se jártunk még egyébként korábban. És hogy látom, egy szinttel még úgy lejjebb is mennék. Ja, kapcsolok Lumos. Nektek lámpát. Revelio. Lumos. Revelio, Lumos. Mondjuk így. Kulcsot hallottam. Kulcsot hallottam. Második jó reggelt, felkeltem, megkeveztem, néztem videót, majd bealudtam. Na tessék, kellett neked videót nézni benn. Ez... Na erre nyomni kell valami izét. Ilyen lassítás, nem? Ja, azt kell nyomni. Hogy is kell ezzel az hajtóval? Elmegyek tőle. Nem. Pedig erre az ajtóra van valami trükk, nem srácok? Revelio. Ó, tényleg, tényleg, tényleg az órát kell megállítani. Tényleg a Warlord pontosabban. Ó, és itt több ilyen ajtó is van. Aha, és akkor így kell megállítani. Ja, és ott van rajta, hogy melyiknél kell megállítani, gondolom én. Revelio. Dorando. Na nézzük csak, milyen jel... Ja, és itt meg... itt van a... a zár. Hogy is volt? Egyel följebb voltam. Így van. Tehát ezen ez a fura izé van. Tehát ez. Okés. Szia, Kiyoshi Sama. Üdv mindenkinek, srácok. Arrest on
Szia Darkámnél! Üdv mindenkinek, srácok! Hali, hali! Szóval itt van egy olyan ajtó, amit már kinyitottunk. És ide kell az utolsó kulcs. Most mi van így a Lumosszal? Lumos, halló? Lumos. Olyan, mint hogyha Lumos így... Halló? Csak mi van a Lumosszal? Elvesztette erejét a Lumos. Jajjaj, én látom, hogy te oda felmész, kulcs. Bug? Akkor jó. Ott is van. Na. Még egy küldi megvan. Hol lehetnek a semi-flash holdak? Lehet, hogy amúgy már nincs is Roxfordba. Hát arra meg ne is beszélj. Aj, szegény mandragóra van. Miért? Mindig a tabot nyomom meg. Várakoznunk kell. Hogy este legyen. Jó, este van. Már majdnem. Lumos. Légy szíves, válaszoljatok Darkámnél, skacok. Revelio. Lumos. Ó. És ezen pedig ez a bagoly van. Arresto momentum. Kijött az eredeti magyar fordítás. Magyar nyelv szerintem nincs, csak felirat. Szóval. Április 16-án lesz elérhető ez a magyarítás, amit a Night Vision csapata készít. Addig csak a Patreon támogatók érik el ezt a nagyon-nagyon-nagyon szuper és minőségi magyarítást. Ez PC-re jön. És hogyha hamarabb akarod játszani magyarul, mint az április 16, akkor a Patreon támogatók ugye ehhez hozzáférhetnek, és április 16-án az a magyarítás jön, amiben nincsenek benne a képi magyarítások, tehát ez csak a felirat lesz. Tehát, hogy nem jött ki, és ez magyarítás. Nem eredetileg van a játékban. Remélem most már, hogyha lesz ilyen kérdés, akkor ebben tudtok nekem majd segíteni, srácok. Ajtó. A térkép jelzi, mennyi van összesen és merre területenként a holdakat. Igen. Nem tudom, szerintem akkor megvagyunk. Szerintem akkor megvagyunk. Lumos. A lóval kezdtünk, ez jött. Aztán az, aztán pedig az. De jó, ezt nem is figyeltem, Warlord. Revelio. Jó. És akkor itt most már lejjebb nem lehet menni, majd csak itt gondolom én. Így van. Lumos.
Ó, és akkor ez is zárva van. Alohomora. Revelio. Igen, igen, és ezzel kezdtünk. Hát, hogyha kérdezik, hogy honnan lehet megszerezni a magyar étnest, akkor valószínűleg azért kérdezik, mert nem hallották rá a választ, vagy mert nem tudják, nem azért, mert hogy megkérdezzék újra, Moki. Akkor itt ezzel meg vagyunk, gondolom én. Jó, én akkor visszamennék leadni a questet. Leadjuk a questet. Ezt. Viszont a semi-fly szobrokat, azokat még meg kell keresni. Írta, hogy Hogwarts Secret Completed. Igen. Nem ért ki semmiet, szerintem. Revelio. Oh. Most már el tudnám kapni. Most meg nem. Köszi, Predrog. Köszi szépen. A klippet. Off on another adventure, are we? Szia, szia, Star. Játékon belül meg lett a Field Guide-ban, mert ha nem, akkor még nincs meg teljesen. Azt gondolom itt van. Ez? Erre gondolsz? A felvedett lapokra? Vagy a kihívásoknál. Kihívások. Minden tudó lapok. Na, hát ugye Roxfordban nem is tudom mennyit lehet összeszedni. 2, az 10. 25. 50. 100. De nem 100 minden tudó lap van Roxfordban. Tehát hogy annál több van. Csak a challenge 100-at kér. De annál több van. Nem ez kell. Leviózó kell, azt hiszem. Szia, vadafak, mi újság? Jó. Azt hiszem valami 150 körül van. Ja. Több van, mint amennyit ugye írnak. Lumos. Most megyünk a Mardekáros klubhelységbe. Lumos. Nekem ezek a semifrás szobrok kellenek nagyon. Revelio. Majd az lesz most Lumos. A nehéz.
Adris szülei jönnek, majd a hétvégén látogatok. Hoppácska! Lumos. És szegény tigris. Tigris egyedül lesz. Hol a sok tanuló? Hát este van. Hajnali egy. Hajnali egy van, vagy kettő. Revelio. Lumos. Ez olyan, mint hogyha Pesten hajnali kettőkor sétálna, és azt mondod, hogy de hát ez a főváros, nem? Most akkor hol van mindenki? Lumos. Revelio. Lumos. Ez nagyon menő amúgy. Ez a kágyó. Végre az utolsó házért, mert lássuk, mit rejt a házláda. De jól néz ki amúgy. Ez semmi. Mardekár relikviás. Mi? Hogy mi? Mardekár. Hogy is kell ezt csinálni? F. Igen. És ez az? Nem ez az. Hú, hát nem tudom. Most ez valami kinézet lesz, nem? Valami Mardekár relikviás egyenruha. Tű! Igen, a szemifrázsokat jelzi a map, ugye minden village-ben van 0 vagy 1, Roxfordban meg 10-20 körül, de Roxfordban területenként jelzi a map a jobb felső sarkában, hogy... Na mindjárt megnézzük amúgy. Aha, tehát akkor még van 3. Ú, nagyon jó, ez így nagyon jó, köszi szépen. Így még könnyebb lesz. Így még könnyebb lesz, köszi. Hát. Lumos. Mi ez az ez ilyen RGB-s ruha, jól látom. Milyen jó, már figyeljetek, hogy előveszem. Azt a rohadt. Na. Tehát akkor most, hogy Warlord elállulta, hogy van ilyen. Megnézzük, hogy mi újság a világban. Minden village-ben van 0 vagy 1, az ott megvan, az ott megvan, az ott megvan, az ott megvan, az is ott megvan, szintén megvan, megvan, nincs meg, nincs meg. Jó, hát akkor nem is Roxfordba keressük, srácok. Na. Hát, hogy elővettem a pálcámat, ahogy így világít, és világított a rucim. Micsoda RGB-s ruha. Ez... Tök menő. Mondjuk nekem azt tetszik, hogy világít, de az, hogy ahogy kinéz, az nem tetszik például. Nem tudom amúgy, hogy kell felszállni. R? Nem. Space, tudom én, gyerek kontroller. Na, alapból több is van, mint az alóhomorához kell. Jaj, ja, azért is gondoltam, hogy... Azért is gondoltam, hogy akkor. Hát Archie, ne haragudj, de nem emlékszem már, hogy te ki vagy és mit csináltunk együtt. Jó. Tehát a következő faluba fogunk most elmenni. Például
Aran Shire-be még nem is jártunk. Egy kis falu, amely már egy ideje pókfertőzéssel küzd. Tehát így most van 10. Most megyünk a 11-ért, és akkor kell még ezután 2. A Revelionnál is egyébként világít a palástunk. De érdekes. Az animációkon meg a részletességen látszik, hogy az alkotók mennyire szeretik ezt a világot, le a kalappal. Ja. Rohadt jól nézett ki az animáció. Igen. Amúgy ez érződik a játékon, hogy ezt olyanok csinálták, akik így szeretik. Na jó, mit írnak? A kisfiút azt megmentetted, miután meg akarta menteni az apján. Nincs már meg, sajnos. Pók testrészek. Úgy tűnik, hogy valaki nyereségvágyból gyűjti az akromantú lelke testrészeit. Bizonyára jövedelmező lehet, ha valaki hajlandó kockáztatni az életét, hogy beszerezze a szükséges készletet. És itt kaptunk is egy küldetést, ami nagyon király, amúgy is kellenek, még küldik. Most ezt nem fogom felvenni, de most már tudjuk, hogy itt van. Alohomora. Ne haragudjatok, de ez a nyitás nagyon feelinges kontrollára. Tehát ezt az egérbillentyűzet nem tudja visszaadni. Egérbillentyűzettel ez a láda nyitás ilyen semmilyen. Lumos. Revelio. Lumos. Hát... Hát lód. Lesz olyan, hogy a ládában már nem lesz dekoráció? Mit mondanak erre azok, akik már maxolták a játékot? Vagy mindig lesz a ládában valami dekoráció? Kis Miku, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen a 69 hónapja tartó támogatást. Srácok, peregjenek a szvegek Kis Mikunak. Na, 11. semiflash. Hát az ilyen ládában igen. Komolyan. Azt hittem, hogy ezek a dekor cuccok egy idő után már eltűnnek, és meg lesz minden. Revelio. Alohomora. Köszönjük szépen Szemenz, Géles, Szen, Kiyoshi Sama, Moki, Warlord. Közben ki kéne pipálnom a The Daedalian Keys nevezető küldit, mert azt közben már megcsináltuk. Dirikol szobor. Ez a láda, az kint van. Jó. A lényeg, hogy random dekort ad, ugyanúgy, mint minden, ami a dekort. Aha, azt hittem, hogy tényleg egy idő után már elfogynak a dekorok.
Bojtos kufi. Mi ez a kufi, srácok? Nem hallottam még erről a szóról, hogy kufi. Revelio. Na, mit kell csinálni a pókokkal? Lánguló pókot kell eltalálni, úgyhogy felrobbanyom. Ó, basszus. Hát lánguló pók. Ja, elégett. Akkor két égő izét kellett volna rányomni. Nem maradt egy talán áda? Szerintem nem. Na jó. Akkor cserélünk. Azt mondja, hogy ide betesszük a piroinitót. Azt. Piroinito. Ennek mi is amúgy a... Az angol neve? Kínoz meg egy égő ellenséget. Jó. Kruciátuszt akkor beficcentjük. Jó, az lesz az. Rossz volt az elképzelés? Incendiónak hívják? De kínozz meg, az a krúció lenne, nem? Az Imperio biztos nem az, de... Confringo. Imperio. You're a deadly great spider. Nem tudom, itt most mi lehetett a gond. Mindegy, megyünk tovább. A Rocksmorts-ba megyünk. Revelio. Hízás az a krúció kéne legyen pedig. Sebezd meg egy éppen levegőben lévő leselkedőt. Na, hozd meg. Szökellő. Aha, látom, ő az. Aj, de most mindkettő meghalt. Aj, mert hogy nem a leselkedőt támadtam meg először. Francban. Ezt én szúrtam el. Ja, nem jó pókot támadtunk meg elsőnek. Pedig már nem kell sok ebből a challenge-ből, már csak 10 ilyen challenge-et kéne megcsinálni. Na, közben vége lett az estének, úgyhogy ide jövünk és kérjük, hogy várakozás. Üdvít mindenkinek, hali-hali. Na, visszaváltunk egérre. Itt van a kötetek és tekercsek szakkönyvesbolt. Elképesztően menő. Revelio. Szemiflás, merre vagy? Tűz kígyó rejtek hely. Revelio.
mondta. J. Pippin bájta a boltja. Cica. Nem, az is csak kulcs. Rebellion. Hát minden esetre jó takarításokat vadafakod a nektek. De fura. Elképzelhető szerintetek az, hogy azért nem mutatják a szemiflázsokat, mert hogy nem nyitom ki az ajtót. Szerintetek elképzelhető? Tehát 7 szemiflás szobor van valahol, de nem látom őket. Rebellion. Pedig általában a falon keresztül is lehet őket látni. De nem látom őket. Alohomora. Nekem úgy emlék, hogy láttam őket falon keresztül is. Van 7 szemiflás szobor valahol itt Roxmoor-ban, de nem látom egyiket sem. Nekem volt olyan bug, hogy egyik este nem mutatta. Oh. Talán csak éjszaka. Éjszakán vagyunk. Direkt éjszakán vagyunk. Rebellion. Ja, akkor várunk, és akkor várunk még egyet. Mert már csak 2 szobor kell nekünk. Ugye most nem mutatja. Pedig itt biztos, hogy kéne mutatnia egyet legalább. De nem mutatja. Ugye mivel most nappal van, úgyhogy várunk egyet. Azt sem mutatja. Kilépünk, aztán belépünk, mit szóltak. Mondjuk oda mentünk. Köszi Warlord a segítséget, szia-szia! Hát erre kíváncsi leszek. Erre kíváncsi leszek, hogy itt most mi van. Hát most például azzal, hogy be se záródik a játék. Na. Csak. Szia, Szeszerian. Mi újság erre velünk? Hát. Már vártam ezt a napot nagyon. Egyrészt már befejezzük ugye a Hogwarts Legacy-t, másrészt meg, mert végre bobozok, és harmadrészt, mert este megnézzük a Máriót. Let's go.
Talán nekem is volt olyan, hogy nem mutatta mindig, de néha meg igen, fel emlékszik, aha. Sometimes it seems all roads lead. Revelio. Hát ez nagyon szomorú. Jó, hát akkor csalunk. A mézes falás mögött van demigáz. Revelio. Elvileg. Méghozzá abban az épületben. Itt. Látja? Na! Hó! Mi történt? Láttátok? Így menet közben megjelent a... Megjelent a... A izé, Semiflash szobor. Igazából, hogyha minden ajtót kinyitunk, akkor előbb-utóbb meglettek volna, csak most nem volt kedvem teljes rocksmarcon így végigszaladni. Nem kell, mármint hogy így nekem nem tudom. Eddig a falban nem kellett ilyen közel lenni. Jó, mondjuk lehet, hogy rocksmarc az más, de hogy eddig nem kellett ilyen közel lenni. Igen, gyorsan kijavították. Ez ilyen nézelődő láda, aha. Jó, megyünk följebb. Ezt az új, én az új kiegelt nem vettem meg, pedig elvileg van egy hónap előfizető a táskámba a Karinál. Aha. Nekem tetszik nagyon a Dragonflight, szerintem nagyon jó lett, de hát kinek mi. Persze számomra ez a game kicsi csalódás volt, én ezért hagytam abba. Na, miért volt neked csalódás? Aha, itt is menet közben jelent meg. De furán működik itt Rocksmorzban. Mindegy, legalább most már ti is tudjátok, hogy ez így hogy megy. Szerintem ez a falu más, mert rengeteg cucc van összezsúfolva a kisebb helyen. Ja, valószínűleg amúgy. Valószínűleg azért ilyen. Na, elvileg most megvagyunk. Elvileg most megvagyunk, úgyhogy megint megyünk vissza a küldetésekhez. A holdak mögötti ember. Ó, akkor a ravaszdi kulcsokat még meg se csinált, ezek szerint. És délfele megyünk. Nekem azért lett, mert kicsit többre vártam. Baromi jó grafika, hang, meg ugye varázslat, meg ilyesmi. Többre. Milyen lapos maga a game. Nem tudom, hogy innen például, hogy lehet gyorsan feljutni. Aha, hát akkor nem így.
Lumos. Úgy néz ki, hogy nem így. De a jó hír, srácok, hogy most már meg lesz végre. Meg lesz végre ez a küldünk. Hello, Mr. Moon. Igen, oh, igen, még találtunk. Any luck removing some more of those demiguy? I actually have some plans for you. Dear me, you have been busy. Nagyon elfoglalt volt. Elfoglalt volt. Hihetetlen. Köszönöm. Készen áll az utolsó lóhomora leckére. Ezzel a tudással egyetlen lakat sem állhat az útjában. Mindent megtett, amit kértem. Bár csak tudnám, hogy kitette azokat a szobrokat mindenhova. Sajnálatos. Ha talán még kérem, nyugodtan tüntesse el őket. Hatalmas szívességet tenne a gondokának. És ha valahogy is rájövök, hogy ki az a zsarnok, aki ilyen kegyetlen trükk mögött áll, szólni fogok. Még egyszer köszönöm a segítségét és kitartását. Tessék, most, hogy elsajátította az alómorát, egyetlen zár sem feltörhetetlen. De nyugodtan keresse tovább a Semifrás szobrokat és tüntesse el azokat a holdakat. The Demigai statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. Pierre Pemberton írt, hogy azok a Semifrás szobrok direkt vannak ott, ahol vannak. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those Demigai's moons. He's in Hogsmeade apparently. Perhaps I shall pay him a visit. Amúgy ez az elnyitás a 100. használat után már nagyon unalmas lett. Ja, főleg, hogy nem csinálták meg az Alohomora 2-t meg a 3-at, hogy mondjuk nehezebb legyen. Kicsit erősebb történet váltak. Majd a következő game lehet, hogy még komolyabb lesz. Ki tudja. Nekem ez a játék ilyen valóra vált álom volt gyakorlatilag. Természetesen nem vagyok elvakult, és nem mondom azt, hogy tökéletes a game, de hogy az, hogy egy ilyen világba mehetek, varázsolgathatok, csinálhatom a tök menő questeket, nekem nagyon átjött. Ez már egy újabb küldi, vajon egyébként? A holdak mögötti ember ugyanaz. Pierce Pemberton. Neki közel van ezekhez a Semifrás szobrokhoz, és most oda megyünk. Na, és akkor itt kell leszállnunk. Mindjárt átmegyünk amúgy nappalra. Miért érdekelné bárkit is annyira, hogy eltávolítsa a Semifrás szobraimat? Elnézést, uram, de a látott furcsa Semifrás szobrok érdekelnének. Micsoda? Ki maga? Miért kérdezi? Érdekesnek találom őket. Köszönöm, nagyon sok kézműves munka és gondosság van benne, feltételezem. Szóval maga készítette őket? Én?
Igen, én voltam. Ez egy trükk volt, hogy az a szánalmas fajankó mód megízlelje azt a bánatot, amit évekkel ezelőtt okozott nekem. Maga az, aki ellopta őket. Én vagyok, Mr. Moon kérésére. Megkaptam a bagját az ön levélpapírján. Aha, nos jellemző, hogy Moon egy tanítvány toboroz tógyába ahhoz, hogy maga tegye meg. Semmit nem változott. Már az iskolában is gyáva zsarnok volt. Szörnyű becenevet adott nekem, amit nem fogok megismételni. Nagyon örültem, amikor eljöttünk az iskolába, és úgy tűnt végleg elment. Aztán elkezdtem látni őt Rocksmoor környékén. Túl sok volt. Még akkor is, ha elégedettséggel tölt el, hogy a végzete az volt, hogy egy alantas gondok legyen. A Rocksmoor házmester fontos munkakör. Sokat tanított nekem, Mr. Moon. Retteg azoktól a szoboroktól. Tudom, látnia kellett volna az arcát, amikor ez a mumus megjelent. Nem becsületetlen. Akkor tudtam, mit kell tennem. Egyszerűen nem akartam többé találkozni vele, így átravaszul az útján állítottam egy mumust, hogy megismerjem a legnagyobb félelmét. Ezután megalkottam a személyfláj szobrokat, hogy úgymond a helyén tartsam. A holdak egy ízletett játék volt a névvel. Remekül működött egészen addig, amíg el nem kezdte kiüríteni őket. Maga sem jobb, mint Mr. Moon. Talán itt az idő, hogy mindketten tovább lépjenek. Igaza van, gondolom. Ha megijesztették, ahogy mondja, akkor talán megtanulta a leckét. Oké, és akkor most beszélnünk kell Gladwin Moon-nal is. Ja, meg kicsit elmarad egy olyan dolog, de fel... Új... Legyújtottam egy bagyot, macskát, nem történt semmi, égbe szaladt 10 métert, és ennyi rombolni nem sok mindent lehet. Értem itt, ad mi egymást, nem ennem is, csak Paulint egyet, bármi valósat. Nekem fura volt, de úgy meg gyönyörű játék lett, viszont az rohadtul tetszik. Értem, szeszerűen. Hát... Értem, hogy ezek az apró részletek, ezek számodra zavarók voltak. Én ezzel a dologgal úgy vagyok egyébként, hogy első játék, nyilván nem lehet tökélyre csinálni a gémet. Nekem már ez is egyébként az volt. A második játék, na majd az. Hogyha persze megtehetik, akkor majd az lesz az, aminél oda tudnak ilyenre figyelni. Hiszen a semmiből nem tudnak egy tökéletes játékot alkotni, úgymond. Főleg, hogy előtte, ha megnézitek, milyen projektekkel foglalkoztak, ez az első olyan igazán nagy volumenű alkotásuk. Mr. Moon, I've learned who's Megtudtam, ki áll a szemiflás szobrok mögött. Az iskolai barátja volt. Pierce Pemberton. Tudhattam volna, malacfarok Pierce. Nem hiszem, hogy tetszik neki ez a becenév. Dehogy nem, olyan göndör fürtjei voltak, mindig nevettünk rajtuk. Én nevettem a legjobban. Okos ember. Fogalmam se volt róla, hogy ennyire ravasz. Megyek és gratulálok neki. Megmaradt szobrok kevésbé tűnnek félelmetesnek most, hogy tudom, hogy a jó öreg malackfarok állította őket. Folytassa a gyűjtést, ha szeretné. Ami engem illet, meglátogatom régi barátomat. Na, kész. Na, te ez bratyász, köszi szépen a százas. A százas csírt.
a harcrendszer. A harcrendszert azt nagyon eltalálták ebbe a gémben. Azok a részletek tényleg, hogy a legtöbb részlet az ugye úgy jön ki, hogy csinálod a kihívásokat, és a kihívások elvárják, hogy különös mód végez ellenfelekkel, és akkor jössz rá, hogy basszus, ki tudom venni a nyílvesszőt az ípuskából, vagy hogy fel tudom lógatni a nyelvénél fogva azokat a kis víz melletti lényeket. Brutális. Brutális, hogy mennyi részlet van a harcban. Hogy milyen varázs párbajokat lehet így ennek összehetően vívni. Na, beszélünk Nellyvel, mert ugye ő volt az, aki azt hiszem adta nekünk a küldét, hogy gyűjtsük ezeket a házérméket, és ugye annak köszönhetően van most rajtam ez a talár. Wow. Hát, te valami hős lettél, nem? Hello, Nelly. Történetesen megtaláltam az összes kulcsot, és kinyitottam a házládát. Mit találtál? Egy egészen érdekes talál. Brilliáns, nos köszönöm, hogy megoldottad ezt a rejtélyt a számomra. Mindig is kíváncsi voltam, hogy hová vezetnek azok a kulcsok. Na, és akkor most már csak 3 küldi van. The Man Behind the Moons, igen. Ez is megvan, meg a Daedalian Keys is, és akkor még 3 küldénk van. Bár nekem 4-et ír. De elvileg 3 küldénk van, amit így meg lehetne csinálni. Egyet már is találtunk. Volt egy kis dolgom, de már itt vagyok újra, mellesleg csak annyit, hogy jó volt látni az aputásban, tudom, kissé késve, de én csak a napokban néztem vissza. Ja? Ja, jó volt ez a diablós részlet, igen. Na persze, a loot rendszeren is lehet javítani, igen. Nem vagyok HP fan, de ez a játék valami eszméletlen jól sikerült, magam sose játszanék vele, de így nézésre simán leköt, aha. Mindjárt megnézzük, hogy mi ez a quest. Azt írják, erre a küldire, hogy ez a találkozz a bújdosóval. Ez lehet a... Nem tudom melyik küldi. Mindjárt megnézzük, hogy ennek mi a magyar, mint hogy az angol az eredeti neve. Van olyan, hogy Absconder Encounter, valószínűleg amúgy ez lesz az. Így van, ez az. Oh, Milo. Ó, Milo, mihez fogok így kezdeni? Nem is néztük, hogy mi a küldi leírásom. Úgy tűnik, egy aranysájöri árusnak segítségre van szüksége. Hát akkor jó. Ha csak ennyi, akkor jó. Lehetek önélk valamit, Mr. Adley? Edgar Adley? És nem, sajnos nem hiszem. Az ördög vigye el Milo-t és az őrült terveit. Ki az a Milo? A cimborám volt. Pár napja keresett meg a nagy ötletével, amivel majd gyorsan lehet jó pénzt csinálni.
Csak annyit kell tennem, hogy követem a tiltott rengetegbe. Ha tudtam volna, hogy ez a bolond egy élő akromantula mérgét akarja lefejni. Ó, szerencsétlen Milo, nem milyen véget érdemelt. Úgy gondolom, megérdemeltem. Pontosan tudta, hogy mire vállalkozik, és a maga életét is veszélybe sodorta. Nem. Milo-nak biztos nem lehettek ilyen szándékai. Nem volt ő rossz varázsló, csupán egy kicsit túlságosan magabiztos, ha elkapta a hív. Belegondolni is szörnyű. Milo teste abban a barlangban, a bújdosó mellett. Bújdosó? Milo így nevezte azt az akromantulát. Volt érzéke a drámai hatáskeltéshez. Még a haldoklása közepette is azért könyörgött nekem, hogy mentsem ki magammal. Így a lányának kell lenne miről emlékezni az aprát, de én elmenekültem. Ebben a szövegben is van egy hiba. Pontosan nem emlékszem, hogy mi volt a hiba, de itt is majd lesz hiba. Miért ilyen fontos az akrumantól a méreg? Bájtél alapanyagként az akromantula méreg rettentően értékes, leginkább is azért, mert, ahogy ezt a szerencsétlen Milo is bizonyítja, lehetetlenség élő példánytól beszerezni. Ennainak léci, majd válaszoljatok, srácok. Talán én segíthetek? Megpróbálhatom megtalálni a zsebórát. Nem akarhatsz bemenni annak a bestiának a vermében? Ott leled a halálodat. Kérlek, inkább felejtsd el. Jó, találkozás a bújdosóval. Tehát másik irány. Akromantula méreg. Na, megyünk az akrumantulákhoz, és elhozzuk Milo zsebóráját. Annyit még érdemes tudni, hogy én ugye kitettem a Twitterre, hogy milyen szuper képi fordítások vannak, ugye üzletek nevei meg ilyenek, azok nem lesznek benne az április 16-ai magyarításban, abban csak a szöveg lesz. Képi magyarítás abban nem lesz. Azt majd később adják ki. Na, találj el egy lángoló pókot, na ezt meg kell csináljuk. Na szóval átváltunk ide, és itt berakjuk az incendiót, ami a piroinító. Na, tehát ide szaladunk, bum, oda szaladunk, bum, ne szívass már, hát de azt hogy? Ja, akkor... De miért nem robban fel? De akkor biztos várni kell, ameddig a hátán van a pók. Na veletek mit kell csinálni? Stupor. Elfelejtettem már, srácok, ezeket a varázslatokat, hogy melyik. A stupor az lesz a levédem a varázslatot, igaz? Na gyere! Vadorzó kósza. És az a feladat, hogy egy lövész találjál. Köszönöm szépen. Akkor lejjebb kell mennünk. Gondolom én. Árbajozó. Nyomkövető. Lövész. De nincs is lövész. Jó, ez a quest. Jó,
lefegyverzőbűben ez a Capitulatus, ami ugye külföldiül eredeti nyelven Expelliarmus. De itt nincsen lövész. Köszönöm a kitartányt és az okosságát, szembesítettem Pierce a dologgal és ő azonnal beismerte, a vén csirkefogó. Megegyeztünk, hogy a múltat hagyjuk a múltnak. Ne felejtsen el köszönni, a legközelebb a három seprőbe jár. Örülök, hogy újra ott lehetek. Ezek a challenge-ek idegesítőek, hogy így olyanokat kapok, amiket ugye nem lehet megcsinálni. Ja, megvan a stoppar, ugye ez a védekezésnél van. Itt igazából vanon bejáratának itt kell lennie valahol ebben az útvesztőben. Kíváncsi vagyok, mi minden van még itt. Szevasz, Fekszam, üdv mindenkinek, srácok. Köszi szépen a segítséget, srácok. Tehát az most egy lángoló pók. Már nem lángol. Na de most mi? Miért nem tudom váltani? Na végre. Jó, megjött a pókunk. Állj fel. De azt mondja, ja, hogy találjál. Aj, basszus. Ez fájt most. Tehát igazából csak rá kellett volna lőni egyet. Oj, de undorító vagy. Köszi szépen, srácok, a hálpát. Gyújts fel egy vadász, miközben támadásra készül. Jó, most te. Na. Meg fog támadni először. Gyújts fel egy vadász, miközben támadásra kezdett, de hát ő nem vadász volt? Ezek a challenge-ek! Ja, fejezd be a harcot, ez jó.
Na, ez tetszett ez a challenge, hogy legyen vége mi hamarabb. Jó, már csak 8 challenge-et kell megcsinálnunk. Várj, az új Star Wars-t, a Jedi Survival-t? Város. Bár nem tudom, mennyi idegzetem lesz egy Souls game-hez. This could be the Acromantula cave, Mr. Adley mentioned. Acromantula barlang. Oh. Ez menő. Hát ugye ez szívás annak, aki arachnofóbiás. I need to find the heirloom for my little daughter. Nekem nincs pókiszonyom, de azért az tényleg durva. Ja. Nekem tetszett, hogy megcsinálták. Meg kell találnunk az örökséget. Szerintem az lesz az amúgy. Megörökölt zsebóra. Mr. Adley-nek ezt vissza is kell vinnünk. Revelio. Siantos. Hivatalosan magyarítás csak PC-n lehet, mert konzolon... hát hogy is mondjam... Illegális dolgokat kell csinálni ahhoz, hogy konzolon is lehessen magyarítani, ezért hivatalosan magyarítások csak PC-re vannak. Köszi szépen a válaszokat, srácok. Revelio. Na tessék itt chillingelt. A sztori, hogy tetszett neked? Nekem adtam. Jó volt. És látom értelmét másodjára is újrajátszani, mert így, hogy már tudom, hogy mi történt. Így sokkal több részletet tudok észrevenni így az elejétől. Szia Flixeton! Azt hiszem, hogy azt egy patchbe kéne megkapnunk konzolra, amihez bele kell egyezzen maga a kiadó, és Sony, de bocs, ha rossz ott van. Ja, értem. Szerintem itt ez csak a kiadó múlik, hogyha akarja magyarítást, akkor hivatalosan is feliratként bekerülhetne az a magyarítás amúgy. Nagyon király. Szia, Owen, fél szemmel. Mr. Adley, visszahoztam az örökségű szent zsebórát Milo holtestétől. Merlin szakállára, hogy tudta? Ami azt jelenti, inkább nem is akarom tudni, nem akarok arra az akromantulára gondolni soha többet.
Köszönöm. Nagyon köszönöm. A Spider-Man 2 majd idén jön PS-re. Ja, és az szeptember, ha minden igaz. Az is nagyon város. Ja, hogy ez a Cesarian kérdésére volt a válasz. Hát én itt most felírtam magamnak pár gémet, ami így érdekel. De hogy nagyobb, hát például májusban jön a Zelda. Májusban jön a Zelda, meg hát nem tudom, most így gyűrűk ura játék, oké, de a Gollamos az május 25. De engem nem hozott lázba az. Ahogy egyébként a Hogwarts Legacy is hozott lázba, mindaddig, ameddig nem láttam róla egy gameplay trailert. Így van, én hamarabb kaptam meg a magyarítást, így van, így van. Sőt, ez nem csak hogy hamarabb megkapott magyarítás, hanem még grafikai tuningokkal is megpimpelt magyarítás. Rengeteg cégér le van magyarítva. A munkáért fizetség jár? Nem. Harancsoljon. Örülök, hogy Milo lányának lesz mire emlékezni az édesapjára. Én is, bármennyire is ötleteik voltak. Milo jó barát volt és hiányozni fog. Kérem, fogadj el a fáradozásaért cserébe. Megnézhetem az áruit? A gólam most picit gáznak tűnik? Hát... His daughter has something to remember him by. Never mind replenishing my stocks. Pleasure doing business with you. Engem se nyugodott le. Egyelőre. Aztán ki tudja. Hogy ezt a kéket, ezt a lilát meg se kéne tartsuk. Találkozás a bújdosóval. Elvileg már csak kettő küldetés van hátra. Új küldetés elérhető, azt írja. De hát nem, ez nem igaz. Mi az, hogy új küldetés elérhető, amikor azt írja, nincs elérhető történet? Játék, please. Akkor valószínűleg a térképet kéne nézni, mi? Na, ugye elvileg így kell néznem a térképet, hogy a küldetést akarok látni, de nem látok küldetést. Több mint valószínű, hogy az van, hogy mondjuk oda el kéne látogatnom. A Pit Upon Forthoz. Pit Upon Forth az erőteljesség legdélebbi falucskája, ezt a falut már nagyon régen alapították, lakója segély Ford mosár mellett telepettek le, innen ered a neve Pit Upon Forth, ami annyit jelent, egy segély folyó melletti hely. Jó, én azt mondom, hogy oda elmegyünk, azt megnézzük. Mert hogy így nem jelez már a játék mellékküldit. Egy battle arénát csináltam, ami a, hát vagy az előrendelőké, vagy pedig a deluxosoké. Szóval csak egyet csináltam. Erre nekem kimaradt az életemből, azt nálad megvesem igazság szerint. Szerintem Gollumot nem is hallottam, Final Fantasy azt várom meg a Pokémon is. A Final Fantasy-t azért nem várom én, mert hogy így nekem nincs sok közöm hozzá, és így nem fogott meg most így. Nem tudom. Ha valószínűleg, hogyha hamarabb játszottam volna vele, akkor lehet, hogy megfognak a Final Fantasy, de így semennyire. Nem is játszottam velük, mondjuk ez is hozzá tartozik. Kettő van ingyen, egy deluxos aréna. Egyet csináltunk a deluxosat, meg volt egy, amihez küldi volt, azt hiszem. Sőt, ne spoilerezzetek, léci, de tudok nektek ilyet is mutatni, hogy harc, nem a harc, nem is a küldetés, na tessék, hát konkrétan itt, ez itt nincs feloldva. Ha mire megcsináljuk az összes küldetést és addigra se lesz az feloldva, hát akkor majd megkérdezem srácok, hogy ott mégis minek kéne lennie. Igen, ilyen köcsögtörés, Feldcrofthoz közel volt egy ilyen köcsögtörős küldetés,
az volt az egyik aréna, amit így csináltam. Na, mit mondanak? Szakíts meg egy Porsche rohamát a depózóban. Az jó. Gyere, gyere, gyere! Aj, francba. Ha! Ha! És megint későn nyomta meg. És megint későn. Most meg nem enged. Még kb. 10 questem van hátra, érdemes magani, hogy hát figyelj, még kicsit több mint 10 nap. És nyomhatott-e is. Na végre. Nyugati tiltott rengeteg. Remélem valami olyasmi lesz, hogy 100%-ot ki háromszor a gémet. Csak nem. Csak nem, csak nem. Ilyen egyszerű challenge-ek még jöhetnek amúgy. Na ez mi lesz? Mit kell csinálni? Fegyverezz le egy ellen felett, jól van. Jó. Ez is tetszett. Revelio. Pit upon Ford. Aha, még ha a challenge kell, igen, igen. Lövészt. Jó, igazából akkor... Szia, hello. De ezek megint olyanok, hogy... hogy nem fognak rám támadni. Egyikük se fog rám támadni. És az a küldetés, hogy találjak el valakit stuporra. Kösz szépen játék. Tessék. Így nem lehet stuporozni, hogyha nem nyomnak olyan varázslatot, amit ugye levéthetnénk. Gyújts fel egy vadász, miközben támadásra készül. Jó. Hana. Jó. Oké, már csak 5 kell. Öt kell a challenge-hez. Még egy hoppont. Na milyen küldi van itt? Hogy ez? Meg egy vadorzó súnyogot. Ja. Súnyogó. Kettő súnyogó. Riding around with filthy centaurs rescuing.
Oké, hát ezt kaptam. Sikerült. Még 30 óra Hogwarts-ból, és akkor már megelőzi a Vampire Survivors játékidőt. Á, azt nem lehet. Vampire Survivors, azt nem lehet megelőzni. Főleg, hogy jövő héten jön a kiegészítő. Na jól van. Van még valami hoppont, amit nem fedeztünk fel, nem tudom, hogy hol van, és megmondom őszintén, annyira most nem is izgat, viszont ami izgat az az, hogy van valahol küldi. Amit így most nem tár elém a játék. És abba bízok, hogy ezt most így meg kéne találnunk az internet segítsége nélkül is. Na, ott vannak még fúflémek, hoppontok. Még azt így felveszem, hát ha ott, ott lesz azoknak a környékén. De ha nem itt lesz, akkor az internethez kell nyúlnom. Nyomnunk kell egy depózót. Na. Jó. Már csak 4 challenge kell. De fura volt ez a hang. Oxford 2-ben volt a golyóhúzós kívásnak több köre, ami kimaradt. Én abból megcsináltam, abból 5 volt, és nagyon tetszettek a nehézségek. Fú flém. Oké, ott van még egy. Ez a szervileg az utolsó? Ti láttatok még ilyen hoppontot? Én már nem nagyon. A WoW WoW 10.1 május 2? Igen, lehet dátum. Az jelenti a Season 2-t is egyébként, vagy az már hamarabb jön. Köszi az infót, Sziasztár. Üdv mindenkinek, srácok. Flew around the world. Meg is van az achievement, úgyhogy az összes fúflémet megtaláltuk. Sajnos nem találtuk meg az összes questet, úgyhogy puskáznom kell. Kezdjük föntről. Kártid övé. Van egy ilyen küldi. Kártid övé. Itt Arnnak kellett segíteni. Ez a küldetés amúgy megvan nekünk, úgyhogy ezt már ki is pipálom. Arnnak segítettünk. Jó. Van egy olyan küldénk is, hogy... Tangled Web. Tangled Web. Azt mondja, hogy speak with the distressed man in the three broomsticks. Tehát a három seprűbe kell mennünk. És egy Conjuration Spellcraft Sinister Oddities shelfet kapunk érte. Tehát... el kell mennünk Rocksmorts-ba. Ott van. Elérhető küldetés, gubancsos háló.
Ott van. De durva. Hát ez eddig nem volt itt. Akkor biztos ez a küldetés, amit az előbb csináltunk, azt tette ezt elérhetővé. A kis fekete zászló mutatja a mapon a zónát, ahol küldi van. Köszi szépen, Furáf. Fekete zászló. Fekete zászló. Fekete zászló, mármint ott a feliratnál. Te most Roxfortra gondolsz, nem? Furáf. Ja, azt vágom. De ott minden fehér. Ja, látom. Köszi szépen. Látom, aha. Köszi. Ugye most csak ezt az egyet mutatja. És elvileg ugye még kettő questünk van, tehát ez ilyen összefüggő questek, gondolom én. Mondjuk így az utolsó két küldér már nem nagy segítség. Nekem segítség, mert ugye ez eddig nem volt itt. Tehát ugye ez most jött. Ja, meg a nézőknek ez biztos, hogy segítség. Bár ezt a fekete zászlót, ezt múltkor is mondtátok, de én azt hittem, hogy ez csak a Roxfortra vonatkozik. Mondtátok, hogyha van még itt teendő, akkor ezt fekete zászló fogja jelezni, és pont úgy mondtátok, mint ahogy az előbb te mondtad, Furáf, hogy ez így az utolsó küldéknél nem nagy segítség, akkor ezek szerint nem csak Roxfortnál van ez, akkor azt lehet, hogy félreértettem. Köszi szépen. Na, szóval azt mondják, hogy... Crispin Dune a három seprűben keres valakit, aki ránézne egy régi barátjára. Elnézést, uram, jól van? Aligha, de nem akarok egy diákot terelni a gondjaimmal. Valóban csak diák vagyok, azonban könnyen lehet, hogy mégis segíthetek. Nem is tudom, egyébként Crispin Dune vagyok. Dan. A környező falvakba kereskedek. A leggyakrabban Aranshire-ba. Na tessék, csinos kis település. Lenyűgöző kertekkel. A minap a reggeli proféta is lehozott egy cikket a festő és sövénykerítéséről. Na jó, de mielőtt többet mondanék, meg kell kérdeznem, mennyire fél a pókoktól? Aha, ez ilyen quest line chain, hogy így ezek így összefüggnek ezek a questek. Egyáltalán nem félek tőlük. El se hinni, hogy az utóbbi időben mennyivel végeztem. Szerencsés ember, a falut elárasztották azok a rusnya dögök, és szokatlanul viselkednek, agresszívek. Természetesen a vásárlóim biztonsága is érdekel, de úgy tűnik, hogy a lakosság nagy része biztonságos helyre menekült. Azonban a barátom Mary miatt aggódom, nem hallottam felőle, és attól tartok, hogy csapdába esett a saját házában. Ez érthető, de miért nem látogatja meg? Megtenném, de elképesztően írtozok azoktól a nyolc lábúaktól, és önellentétben nem tudok uralkodni a félelmemen. Nem tudom, mihez kezdjek. Ismer valakit, aki segíthetne Maryn? Jó, no way, srácok. Ez a csávó túl gyorsan beszél, hogy így felolvassuk, amit mond. Miért árasztották el a pókok a falut? Úgy tűnik, valaki szaporította őket. Szerencsére neki sikerült elmenekülnie. Méri tudja, hogy kell bánni ezekkel az állatokkal. Miért retteg ennyire a pókoktól? I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralyzed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Szóval fiatal korában szivatták a srácot, a csávót. És pókfészekbe belebújt egy fába, és ott pont pókfészek volt, és nagyon kellemetlen volt neki. Miért nem értesítette a hatóságokat? Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout Old Spavin himself.
But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little amulet has to fend for itself. Nagyon tetszik egyébként, ahogy itt a melléküldiknél a karakterek arca, hogy mennyire más és más, ugye mennyire egyedi. Nekem tetszenek ezek a karakterarcok. Szóval a minisztérium nem segít, mert hogy más fontosabb dolgaik vannak, ugye? Úgyhogy nekünk kell megoldanunk ezt a helyzetet. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arrenshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Gubancos háló. Először rontásokat kell tanulni a diákoknak, aztán mi lesz főben járó átkokat mondják. Mondják itt a Rocksmarci emberek. Ezek küldi neked tetszenni, Moni? Na kíváncsi leszek. Haló? Ez az utolsó előtti quest, srácok. Egyébként aki nagy szakértője a Hogwarts Legacy-nak. Moddal oldották meg, hogy elérhető legyen a PlayStation exkluzív küldetés? Csak hogy mennyire... Gondolom, semennyire nem legit. Gondolom, hát a... Tudjátok erre a választ. Valam, sincs Xboxon tartom, aha. Nem modos. Akkor valami config fájt kell szerkeszteni, vagy hogy van ez? Nem, modos a Rocksmoreban. Az oké, okay, csak hogy én PC-n játszom. Azért kérdezem, hogy hogy tették elérhetővé PC-n. FPS drop az nálam főleg Rocksmoreban van. Ja, azt nem tudom, aha. Oh no, this must be Mary. Poor woman. Ott van Mary. Ha! A pókmérget a kérésnek megfelelően leszállítottam. Azonnali fizetés esedékes. A pincében, a műhelyben levő pók fiókák új csoportja már majdnem kikelt. Hamarosan még több mérget tudok biztosítani. Természetesen csak akkor, ha megkaptam a legutóbbi szállításért járó ellentételezést. Méri. Ura, Xboxon nem volt egy FPS dropom se. Mázlista. If Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Szegény, hát Méri izé termesztette itt a pókokat, tenyésztette a pókokat, aztán kapta. Hát kellett neki, ugye? This is where Mary bred the spiders, they're not here now. Aha. Nagyon jó ez a hely. Rebellion. Azt sem tudom például, hogy az arachnofóbia moddal azzal hogy állnak, mert már viszonylag az első napokban volt valami arachnofóbiás mod, de az konkrétan annyi volt, hogy kis szürke dobozokká alakította a pókokat, tehát ez meg ugye nyilván nem a legjobb. Ha ilyen pincém lenne, már rég elköltöztem volna. Ilyen tágas? Tojás és zsákok. Hoppá, rossz gombot nyomtunk.
Revelio. Na kellett volna a kínai kapfogó káposztát nyomni. Micsoda muzsikánk van. Na gyertek. Ja, ez nem a vadász volt. De ő se vadász, ő is csak szökellő. Kár. Az Arachnof Home módban sírososan pillangókkal kéne helyettesíteni. De hát eltaláltam a lángoló pókot, hát most ez most miért nem adta be? Játék. Fúj! De az, annál csak az volt a szempont, hogy találjál egy lángoló pókot. És a szökelő póknak számít. Itt valószínűleg túl gyorsan támadtam. Szia, Neutron Star! Spoiler nélkül az amúgy meg van magyarázva a sztoriba, hogy a főszereplő miért ilyen baszógép, hogy kb. Mindent is le tud győzni. Mert van egy nagyon jó mentorunk, Fig professzor, és ő segít, meg a többi professzor segít a felkészülésben. Igazából ennyi, Géles. Tehát, hogy ugye mi 5-ödévesként kerülünk ide, és nagyon sok tudást nyomnak belénk, és azért lettünk ilyenek. Végre megtaláltam a tökéletes helyet a pók kolóniám szaporítására, és egész idő alatt szó szerint az orrom előtt volt. A pincémben. Miért nem gondoltam erre korábban? Miért nem jutott eszébe senkinek? A pókjaim nagyra és erősre nőnek, és a sejem, amit termelnek, egy vagyont fog nekem hozni. Végre gazdag leszek. Nem kell többi a ruhákon spórolnom, amikor a városban vagyok. Csodálatos lesz. Mi? Revelio. Ez nem volt nyilvánvaló a karakterünknek? Ja, igen, és még az ősi mágiát is képesek vagyunk. Így van, az ősi mágia. Igen. Spoiler nélkül ősi mágia. Elszabadítja a pók apokalipszis, de se baj, mert több pénze lesz a ruhákra. Igen. Megérte, ugye? Na. Elvileg most ebbe az irányba kell mennünk. Szia, Nausa. Mérges sávfűvel kell legyőznünk az ellenfelünket. Akkor elvileg van olyanunk. Most akkor ez... Okay.
Revelio. Nem, nem, Kundo, PC-nyom. I hate to think that they see me, but I don't see them. Confirm. These eggs must be destroyed. Defend your látom, ott a vadász. Na gyere! De hát ez is, miközben támadásra készül. Hát megint támadtam. Challenge-ek. Nem vagyok. Nem szeretem itt a challenge-eken. Találd meg a tojások gazdáját. Mármint, hogy ezt most... Ja, hogy aki lerakta a tojásokat? De... Tehát, hogy kapunk egy ilyen erősebb ellenfelet, és akkor azt mondja, hogy fejezve 10 másodpercen belül. Hopp. Francos challenge-ek. Aha, PC nyomom, így van, srácok. Én kb. Mindent PC-n játszom. Amit csak lehet. Mert olyan randomoknak érzem ezeket a challenge-eket. Ezt a mátriárka fejét temessem a földbe, ezt nem vágom, hogy hogy lehet. De megmondom őszintén. Nem is akarom. Te ilyen ütéshálló pók vagy? Izó és bubám. Watch mint arra felé. Menj vissza Roxmarz a Crispin Dune-höz. Nagyon tetszik ez a zene, csak nem vágom, hogy ez itt miért most van, ugye? Valahol itt kell felmennünk. Nem? Akkor itt kell erre mennünk. Ja. Revelio. Jön a kövi generáció, gyerek ősz elején rögtön kettő is, ugyanis ikrek az egyik lány, másik jó. Wow, tök jó buba. Hát erőt, egészséget. Akkor adá. Mennyit hozzátesz egy jó zene a játékhoz? Jaja.
Ja, ja. Hát, az hagyján, hogy időhiány, úgymond, hogy játékokat játszhatok, végig idő kell, sok idő kell, meg hát amennyi játék megjelenik mostanában, ahhoz meg a végtelen plusz egy idő sem elég. Na és most fog jönni majd az utolsó küldi. Mr. Dunn, híreket hoztam. Hála Merlinnek, van híre az én kedves barátomról, Maryről? Saját kapzsiságának áldozata lett. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit, and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh Mary, what untoward scheme were you involved in? Mary, miféle szerencsétlen terveket szőttél? Érted? Szőttem. Ha pénz kellett volna, akkor Dunn hozzá is elmehetett volna. Eltakarítottam a pókokat, most már biztonságban visszatérhetnek. Valóban, ön eltakarította a pókokat, alig hiszem el, de megkönnyebbültem, az biztos. Döglött pókoktól már nem kell félnem, igaz? Így igaz. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the Hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. Na hát, arany Shire most már biztonságos, és a gubancos háló küldetés ezzel kész. Most már csak egy küldetés van hátra. Itt sétál mellettünk a vendor. Milyen jó helyen állítottuk meg. Nice doing business with you. Thank you for stopping in. Be sure to visit us again soon. Na. Utolsó küldi. Nézzük. Nem mutat fekete izét sehol sem. Tehát, hogy nem mutatja, hogy hol a küldetés. Úgyhogy most megkeressük. Az internet segítségével. Az internet pedig azt mondja, hogy az utolsó küldetésünk a Well. És ez egy treasure mapos küldi lesz, hogyha minden igaz. Na szóval, el kell mennünk Arranshire-be. A maponnak izumolt teljesen nem jelzi. Azt mondtátok, hogy fekete zászlót kell keresnem. Basszus. Ott lesz az utolsó küldünk. Arranshire-be, de nem mutatja. Nem, az helyzet nem mutatja. Az utolsó pár küldit már nem mutatja a játék. Ki lehet jó zoomolni jobban? Hát én kizoomolhatok jobban, de az előző küldiket sem mutatta. Most így a kedvedért megmutathatom, de nincsen. Hogy nem mutatja. Tessék. Így itt kettő, hogy így kizumoltam, de nem mutatja már a küldiket. Tehát, hogy az utolsó küldink az ott van, amit mutattam ezen a helyen, és itt nem mutat semmit. Így is
az előző előtti küldi, ami beindította ezt a quest chain-t, ez úgy találtam meg, hogy volt egy falu, amit még eddig nem fedeztem fel. És oda mentem, és úgy megmutatta, hogy ott egy küldi. Viszont az, hogy ezt a well-well-well-t ezt honnan kéne tudni, hogy ott van. Ugye mondta a csávó, hogy látogassuk meg őt Aranshire-be. Lehet, hogy onnan kéne tudni, hogy oda kell mennünk. Szia, szia, Sam. Na és akkor elvileg itt van valami. Revelio. Ja, nem arra gondolok, hanem írja, hogy melyik régióban vannak még dolgok, úgy megoldható net nélkül is, de lehet a küldikat nem írja, hogy mennyi van még a régióban. Azt nem írja. Azt kell most megnéznem, hogy hogy lehet elkezdeni ezt a questet, nem a megoldás érdekel, hanem hogy lehet elkezdeni ezt a questet. Well, 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 Hogwarts. Southeast of Aranshire. At southeast. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Revelio. Köszi, Neutron Star. Igen, most itt vagyok Southeast részén ennek az Ellen Shine-nak, de ott mutat bent amúgy az épületbe dolgokat. De az micsoda? Revelio. Most meggondoltam magam, a városba költözök. Elegem van a vidéki életből, oda megyek, ahol esély sincs arra, hogy vala is találkozok még egy pókkal, még a kicsikkel sem. A házikom mindenki más számára elérhető, aki nem bánja, hogy egy újabb póktámadás kísértete alatt kell élnie. Vigyék el mindet, soha többé nem jövök errefelé. Lehet nappal kell? Lehet. Átmegyünk. Átmegyünk nappalra. Hopp, 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 megjelent. Ó, oh, hogy ennyire southeast. Jó, nem baj, akkor is átmegyünk nappalra. De láttátok, az nem volt itt eddig. Tehát, hogy ide kellett jönnöm, hogy így felfedje magát. A kút, kút, kút. Hát ugye ez nyilván nem jön át olyan jól, mint angolul. Aranshire-től délkeletre, a régi romok között az utamba akadt egy kút. Hangokat hallottam belőle. Ennek mindenképp utána kell járnom. Négyes szintű küldi. Hello? There's a voice coming from that well. Mm-hmm. Can you hear
Is someone down there? Down there? Oda lent már elnézést kérek, én vagyok itt. Senki sincs itt rajtam kívül. Tehát konkrétan a kút beszél hozzánk. Van valami meggondolatlan szerencsétlen. Véletlen... Valami meggondolatlan szerencsétlen, véletlenül belém dobott egy darab pergament, és elkaptam valamit. Megtenni, hogy ki veszi? Na. Tehát, itt a kincses térkép, srácok. Ezt most gyorsan lefotózom magamnak. És akkor így tudom menet közben nézni, hogy most így hova kell mennem. Na. Tehát. Seems to be some sort of map. Köszönöm, micsoda megkönnyebbülés. Remélem a térkép jó szolgálatot tesz, legalábbis jobbat, mint nekem. Na. Nézzük csak, hol lehet ez a hely. Azt mondja, hogy... I hope you it serves you well. Igen. Vicceskednek itt. Tehát, várfal, híd, van valami híd, ami átvisz arra a helyre. Ez amúgy lehet, ez esélyes ez a hely. Bár megmondom őszintén, a térkép most nekem nem segített. Mondjuk valószínűleg, hogyha ez egy 4-es küldi, akkor valószínűleg nem küld el minket messzire. Megmutatom nektek amúgy még egyszer ezt a térképet, hát ha itt jobban látom én is. Tehát, hogy ez van most. Tehát ott a híd. Jó, igazából azt a malmot, ha már meglátjuk, már az is egy jó támpont. Ugye itt kaptuk a questet. Szia, Connor. Az a kérdés, hogy vajon a malom az látszódik-e itt a térképen? Mert a tiltott rengeteg. Lehet, hogy akkor a malom nem látszódik, vagy az a szélmalom, vagy nem tudom mi lehet. Hmm.
háttérben ott egy malom. Lejjebb kell mennünk, ugye, hogy jobban tudjunk repülni, meg egyébként is kell még egy challenge. Úgy van egy vadász, miközben támadásra készül. Akkor valószínűleg nem ő akart támadni. Jó, depózó. Sikerült. Hol lehet szerintetek az a szélmalom? Szia, Csongika! Hát ez az utolsó adás a Hogwarts Legacy-ból. Egyébként... Na nézzük még egyszer. Tehát... térkép. És akkor... egy ilyen hidat kell keressünk. Híd. Ami átvezet ilyen kis külön szigetre. Nem mondom őszintén, nekem ilyesmi amúgy nem rémlik. Kis szigetre vezet át. Itt fönt. Igen, hallottam, hogy készül egy ilyen Harry Potter feldolgozás, igen. Elvileg ebbe a zónába kell jönnöm, de még nem látom, hogy itt ez a zóna miért lesz nekem a segítségemre. Ha minden igaz, ahhoz nekünk abba az irányba kell mennünk, és akkor ott majd megtaláljuk a szélmalmot is. Harry Potter sorozatról, valószínűleg ez már a fiataloknak készül, nekünk öregeknek már fura lesz ugyanazt a sztorit más színészekkel látni. De biztos fura lesz. Ja. Falcroftnál mondjuk el is tudom képzelni, hogy ez a hely, ez ott van. Aha. Tehát úgy van az a kép, hogy nagyjából a hátát látjuk ennek a toronynak. Aha, akkor az lesz az. Jó, örülök, hogy ez a torony ez meglett, és itt a híd.
És akkor itt van a fa. There's something about that tree. Interesting way to hide some treasure. Kincskereső két csúcsú kalapja. The Good Samaritan. Teljesítsd a mellék diáktársi küldetéseket. Tű. Na és akkor ez azt jelenti, hogy a well is megvan. Ez azt jelenti, srácok, hogy az összes küldetésünk megvan. Így van, megcsináltak az összes sidequestet. Régi Harry Potter kezdés öregnek éreztem magam, meg hát a Gyűrűk urában jelent meg egy időben mozikba, és én inkább Gyűrűk urás. Nekem mindkettő nagyon tetszett. Bár én is inkább Gyűrűk urás vagyok. Ha ilyet lehet mondani. A harc kihívásoknál megcsináltuk ezt, hogy 100 spookot legyőztünk, még meg kéne venni 14-ről, de olyat nem csinálunk. Meg lett a semi-flash mask. És még kellene 20 bot sárka, mármint egy 2 bot sárka. A küldetéseknél meg vagyunk a 100%-kal. Szerencse kobold nagykabát, szerencsés leprikón ruha, költemény, és szerencsés leprikón kalap, meg a kesztyű. Úgyhogy srácok, küldetésben 100%-oltuk a játékot, és nekem ennyi volt igazából a lényeg. Hogy ezzel így megvagyunk. Úgyhogy ez egy nagyon jó kaland volt. Én gyűjtögetném még egyébként a dolgokat itt a játékban, de sajnos, ahogy arra sincs, a végigjátszásra se volt nagyon igény, ami sajnálok egy kicsit, de hát úgy néz ki, hogy az én végigjátszásaimat annyira nem szeretitek, vagy legalábbis nem mindet, de ez nem azt jelenti, hogy a jövőben ne lennének végigjátszások, csak nagyon megfontolom, hogy miből, mennyit és mennyire, ugye. Úgyhogy ennyit a Hogwarts Legacy-ról. Remélem, hogy élveztétek azért. Szerintem egy jó kaland volt, és még egyszer köszönöm a lehetőséget a fordító csapatnak, hogy így meg tudtam nektek mutatni a megjelenés előtt, még egy kicsit bővebben is a magyarítást. Tökéletes. Tökéletesebb lezárás. Már csak annyi lett volna, hogyha tényleg mindent megcsinálunk a játékban. Mutatom nektek amúgy, hogy így mi maradt hátra. 71%-on vagyunk most. A 45 achievementből 32-t megcsináltunk. El kéne érni a level 40-et. Használjunk ősi mágiát mindenféle enemin. És... meg kéne találnunk az összes semi-flash szobrot, meg kellene csinálnunk az összes mellénypróbát, aztán minden elemét legyőzni, mert hogy az összes arénába legyőzni az enemiket, és használnunk el a flippendót 10-szer, aztán mi van itt, Roxfort legmagasabb pontjára eljutni, ugye ez az igazgatónak a részlegén van, az összes talent pontot elkölteni, ki kell tenni minden típusú bestiát, és a kollekciót befejezni teljesen. És még itt van valami biztos. Mi van még itt, amit nem néztünk meg? Ez a The Auror's Apprentice, ez nem tudom, hogy micsoda. Ez micsoda. Ja, ezek valószínűleg a...
Find the map chamber as a Hufflepuff, tehát hogy a különféle házakként megcsinálni tehát mindenféle házzal eljutni a map chamberig. Igazából ennyi. És hányat nem láttunk? 3-at, igen. Tehát akkor ezt megcsinálni ugrabugasként, hollóhátasként és kifendélesként is. Így van. Így van, úgyhogy ezek még így hátra maradtak. Ez csak azért mutattam meg, hogyha esetleg valakinek kérdés lenne, hogy mi az, ami még maradt a játékból, akkor most már ezt is tudjátok. Jól van. Zsír volt, srácok. Zsír volt. Ha jön majd content még a Hogwarts Legacyhoz, vagy valami érdekesség, amit így mindenféleképpen megmutatnék nektek, akkor azt természetesen megteszem. Azzal számoljatok. És természetesen jó játékot mindenkinek, aki még nyomja, vagy majd csak most kezdi a Hogwarts Legacy-t. Illetve külön köszönöm még egyszer a magyarítást, hogy ezáltal még több játékos tudja átélni ezt a csodás kalandot.